Sziasztok! Itt vagyok. Most a meghívást kaptam egy Mastercardos közönség találkozóra. Stíl Attilával elemezzük itt a VB történéseit, és közben válaszolok a kérdésekre. Itt van Cseh László, tapsoljuk meg, nagyon tapsoljuk meg. Olimpiai bronzérmes világbajnok úszóról van szó. Ebben a számban még nem nyert világbajnokságban. 50,78 és Cseh László beúszott a második helyre. Röpsznek megnézzük az álcsontját, meg a méreteit, a készletét. Nekem ott mindig az eszembe, hogy nem lehet, hogy egy kis növekedési hormon vagy valami besegített az ő fejlődésébe? Én nem fogok én itt gyanúsítgatni senkit, tehát... Cseh Lacival hosszan beszélgettem fel, és arra gondoltam, hogy mégiscsak élete egyik nagy riválisa, és hát ha valamit most már beszól neki, de megvédte. Nagyon sokan jöttek el ma is, és most is osztottam autogramokat, ez egy egészen fantasztikus érzés, főleg, hogyha az embernek nem úgy megy az edzése, vagy nem úgy sikerül egy-egy verseny, akkor ez nagyon sokat tud jelenteni. És egyébként ez nagyjából olyan 2014 óta van így, amikor először nyertem ifi olimpiát, meg ifi EB-t, az országos bajnokságot, ez egy nagyon jó évben volt. Talán azóta van ez így, de nyilván azért az olimpia után ismernek a legtöbben. Igen, nézzük a Tomi úszását. Én meg voltam vele igazából elégedő, utána néztem azt is, hogy ahogy interjút adott. Ő nem volt magában megelégedve, szerintem erről nincsen oka. Én a családot is igazából neki is szurkoltam. Most csináltunk képet Tomival, és reméljük majd egy aláírásos lesz lehetőségünk. Most voltunk először ilyen bajnokságon, és nagyon jó volt a hangulat, úgyhogy szerintem, hogyha lesz még egyszer, akkor biztos, hogy el fogunk menni, mert nagyon jó volt. Én nagyon, hogy mondjam, ilyen érzelmes kisfiú vagyok szerintem, és kérdezték anyáik a döntő előtt, hogy akkor elmondjuk-e, hogy hol fogunk ülni. Mondtam, hogy nem erőm, mert elsírom magam körülbelül. Nem, akkor elég nagy a feszültség, meg minden, és ez annyira nem hiányzott, de nagyon örültem, hogy ott voltak velem. Valaki kérdezi, hogy tervezed-e, Alberti Csilla, hogy az Egyesült Államokban mész ösztöndíjjal úszni, mint sok más magyar úszó is teszi? Egy nagyon komolytalan gondolatom volt ezzel kapcsolatban, körülbelül 2 vagy 3 éve. Azt mondta Bohus Riárd egyébként, aki Michael Phelpsnek a csapatába úszik, hogy simán beférnék Phelps mellé, és hogy edzhetnék vele. De kicsit jobban belegondolva, most azt leszámítva, hogy a Phelps már nem úszik, azért távol lettem volna a családomtól, távol lettem volna a barátaimtól. És versenyeznél te is cápával, mint Phelps? Mint Phelps? Lajos kérdezi. Ugye, hát ő már ilyen Just for Fun-ból úszik már ilyen cápával is, de néztem egyébként azt a felvételt. Magyar cápával, igen. Magyar cápával, ha hoznak egy magyar cápát, akkor az a úszok verseny. Mikor veszed el dalmát? Ez nagyon jó záró kérdés. Köszönjük. Itt, ha mutassátok dalmát... Azt mondja, nem én tettem fel a kérdést. Hát, nem, egyébként tényleg nem. Te most elkapcsoltak. De elkapcsoltak a gép, úgyhogy lehet... Mindegy. Hát... Már nagyon várja. Mindig ezzel piszkál. Mondd egy ilyen sejtelmes időt, hogy mondhatnál, hogy igen, ez megtörténhet a jövőbe. Elképzelhet? Nem tudom. De eljön az ideje. Ez volt az 5. rész. Nagyon örülök neki, hogy belem tartottatok ezen az úton, és követtetek. És biztos vagyok benne, hogy majd a későbbi ebbe is fogtok rólam hallani. Legalábbis remélem. Sziasztok!